Hát kezdjük a legszebb részével, a gratulációval, óriási gratulációval. Tele van a kezetek, úgyhogy szerencsére nem kell mikrofont tartanatok, Gergő és Reni. Hát gratulálok! Annyit elárulhatok, hogy körülbelül 20 másodperccel ezelőtt itt még nem lehetett volna adást csinálni, mert fotósok hada instruált titeket, hogy mit kell tartani, hova álljatok. Ez az a pillanat, amikor azt megkérdezném, hogy mit éreztek, akkor valószínűleg azt mondja, hogy nem tudnám felfogni. Viszont az érdekes, hogy taroltatok, mindent elvittetek. Legjobb akusztikus előadás, legjobb dal 2020-ban. Azért erre számítottatok a merészálmokban? Nem, egyébként amikor megjelent a dal, akkor nagyon féltünk tőle, hogy milyen lesz a fogadtatása, mert azért nyilván van egy olyan bevállalás benne, amitől az ember pont, hogy kevésbé, nem tudom, szimpatikussá válhat. És nagyon jó érzés az, amit a közönségtől kaptunk. És hát itt mondod, hogy megnyertünk két díjat, nem mi nyertük meg, igazából a közönség szavazott ránk, úgyhogy nagyon szeretnénk megköszönni a közönségnek. Nem gondoltuk volna, és nagyon boldogok vagyunk, nagyon meg vagyunk lepve. Tényleg nagyon szépen köszönjük. Igen, valószínűleg a dal versenyt, azt először nyerte meg tréningruhás férfi, és ezúttal, ez tényleg ez a szett, ez kitartott. Próbáltam maradni a tréningruhánál, hogy itt a, nem tudom, a akusztik felvárásának is megfelelve kicsit elegánsabban legyek, de hogy belecsempészni abból, ami az eredeti ötlet volt a dalnak, igen. Reni, neked ez különösen érdekes és nagy kihívás volt ez a döntő, hiszen tudjuk, hogy itt vagy Gergővel, megnyertetek mindent, ezt már elmondtunk, és ott van a Nene is, szintén azért sokáig jutottatok, most ez teljesen felhőtlen öröm. A Nene része az milyen számodra? Igen, nyilván ugye kettővel sajnos nem lehet nyerni, pedig az van a legjobb. Most nem mondom, hogy az egyik szemem sír, de igen, nyark is, ha ezzel akarod, nagyon szeretem. De hát elképesztő, én nem nagyon tértem még magamhoz itt. Kérdezik, hogy a Gerdő, hogy történik meg, így csipkettő és a fülét, meg... Egyébként, hogyha valamit így álmodom, és közben megcsípem a fülemet, akkor az ugye nem fáj, és most már így annyira fáj a fülem, mert annyit csipkettem most elmúlt percekben magamat, úgyhogy úgy néz ki, hogy ez tényleg történik. Igen. Belecsíptél, és ez a valóság. Ez a valóság, úgyhogy gratulálunk nektek mindkét díjhoz, és hát bizonyára még találkozunk nagyon sokszor.